Többször is beszámoltunk róla, hogyan halad a budai úti termálfürdő energetikai korszerűsítése. Ott voltunk a kezdeteknél, amikor még csak a napelemek kerültek fel a tetőre, de az ablakok, ajtók cseréjét is nyomon követtük. Ma délelőtt már a takarítást végezték a fürdő munkatársai. Az előregedett fanyílászárók helyére mindenhová új műanyagok kerültek, összesen 120-at cseréltek ki. Már nem lesz húzatos a medencetér, számolt be ma sajtótájékoztatón a korszerűsítés aktuális állásáról a fürdő ügyvezetője. Szűcs Ádám az épület szigeteléséről is beszélt. A homlokzati hőszigetelés is megállapítozói ütemterv szerint halad, a főépület utcafrontról nézve jobb oldala már a színezés előtt áll, és a bal oldalon is megkezdődött a hőszigetelés. A jövő hét folyamán a kivitelező ígérete szerint befordulnak a fürdő belső területei irányába. A fürdő energetikai korszerűsítésére 250 millió forintot nyert a város még korábban. Az önkormányzatnak nem kell önerőt tenni hozzá. A felújítás után a fürdő október 21-én szombaton újra kinyitja kapuit. Az elkövetkező hosszú hétvégén a fürdő ismételten tudja fogadni vendégeit, tehát 21-én szombaton 9 órakor terv szerint meg tudjuk nyitni kapuinkat. Itt-ott előfordulhat még minimális esztétikai probléma, azonban a fürdő 100%-os állapotban fogadja a vendégeket. A kéthetes leállásban feszített tempóban zajlott a felújítás, mindenki maximálisan helytállt, tette hozzá Szűcs Ádám. Ezúton is szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem mind a kivitelező összes munkatársának, és mind a saját munkatársaimnak ezt a kiemelkedő teljesítményt, amit nyújtottak itt a másfél hétben, hogy eljutottunk arra, hogy tényleg 10 napos bezárást követően újra tudjuk nyitni a fürdőt. A felújításnak még nincs vége, hamarosan a kazánokat is lecserélik, tette hozzá az ügyvezető. A holnapi nyitásra extra meglepetéssel is készülnek a vendégeknek. Az öltözőkben fürdőruha centrifugát állítottak be. A gép néhány másodperc alatt kicsavarja a ruhából a vizet.